Díszmenetben vonultak be a Kossuth térre a katonák. A Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár 400 katonája Debrecenből indult az év elején, és most Nyíregyházára tért vissza. Fél éves szolgálatuk alatt Koszovóban, a NATO parancsnokság alatt működő nemzetközi KFOR haderőnél láttak el válságkezelési és békefenntartó feladatokat. Objektumokat védtek, harcászati tartalékként szolgáltak, és az albán tömegeket kezelték. Az ünnepségen részt vett Simicskó István honvédelmi miniszter, aki kiemelte, elkezdődött a Magyar Honvédség hosszú távú fejlesztése. Ennek keretében többek között új buszokat szereznek be, lecserélik a gépjárműflottát, légiszállítási képességet fognak biztosítani, új egyenruhákkal szerelik fel a katonákat, valamint növelni szeretnék az állomány létszámát is. Ez utóbbiban nagy szerepet szánnak a tartalékos haderőnek. Tudjuk azt, hogy nincsen igazi ütőképes hadsereg tartalék nélkül, tehát tartalékosokra szükségünk van. Nyilván a fiatalokat, a fiatal generációt is megcélozzuk ezzel a lehetőséggel. Honvédelmi honvédség ösztöndíjat tudunk adni, rendelkezési állási díjat tudunk adni, számos olyan kedvezményt, amellyel ilyen módon is, anyagi értelemben is megpróbáljuk motiválni és vonzóvá tenni a katonai hivatást. Nyilván a tartalékos rendszerben való részvétel az is egy fontos állomás, de én azt sem zárom ki, hogy mivel ez is célunk, növeljük a létszámát is a Magyar Honvédségnek korlátozott mértékben, mint egy 30 ezer fős, a 10 éves fejlesztési után végre egy 30 ezer fős hivatásos szerződéses állomány lenne, magyarul profi katonák, és lenne egy 20 ezer fős tartalékos állomány. 30 katonai jármű és 10 ezer egyenruha. Ezek a brit eszközök segítik ezentúl a tartalékosok kiképzését. A felszerelést az ünnepséget követően Ian Lindsay brit nagykövet adta át Simicskó Istvánnak. Sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unióból való kilépés azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság hátat fordít a korábbi partnereknek. Ez nem igaz, különösen nem igaz ez a biztonság és a védelem területén. Szeretnénk egy erős partnerséget fenntartani Magyarországgal, a védelem területén, de más területeken is, mint a politika, a gazdaság vagy a kereskedelem. Szabolcs-Szatmár Bereg megye évtizedeken át élen járt a haza védelmében, de még ma is fontos szerepe van, többek között az állomány feltöltésében. A megyében külön büszkeségünk, hogy viszonylag nagy számú a tartalékosi szolgálatra jelentkezők, illetve a hivatásos szolgálatra jelentkezők száma is. A honvédség parancsnokai mindig erről szoktak tájékoztatni bennünket, hogyha ez szóba kerül, tehát a toborzási szempontból nagyon fókuszban van a megye, és nagy hangsúlyt fektetnek az itteni toborzó munkára. Nyíregyházán tartja első vándorgyűlését a Magyar Hadtudományi Társaság is. A közel 600 főt és 70 katonai szakértőt számláló szervezet a hadtudományok tanulmányozásával és fejlesztésével foglalkozik, de célja az is, hogy hidat építsen a honvédség és a civil lakosság között. Egyik kiemelt deklaráltunk, kiemelt célunk a honvédség és a társadalom kapcsolatának az erősítése. Meggyőződésem nekem személyesen is, hogy a társadalom támogatása nélkül egy hatékony honvédség nem létezhet. Tehát mi a társadalomban élünk, ennek a része vagyunk, el kell, hogy fogadjon bennünket a társadalom, de hogy el tudjon fogadni, ahhoz tudnia kell, hogy kik vagyunk, mik vagyunk és mit csinálunk. A vándorgyűlés helyt ad az aktuális biztonsági kérdések, honvédelmi feladatok és kihívások megvitatásának, de a társaság tisztelegni kíván a város és a térség évtizedes katonai hagyományai előtt is. A kétnapos rendezvény része a Magyar Hadtudományi Társaság és a Nyíregyházi Egyetem közötti együttműködési megállapodás aláírása is. Ennek értelmében a Hadtudományi Társaság és az Egyetem a jövőben közös kutatási és tudományos munkát folytat, az eredményeket pedig közös konferenciákon, kerekasztalbeszélgetéseken, illetve kiadványokban mutatják be.